Hát nagyon jó volt az első 4 évem az én pályakezdésem itt Bábornán, úgyhogy én amikor elköltöztem Kiscsaládcsáról, akkor pályaszülő hagytam itt a csoportot, de úgy gondoltam, hogy talán lesz máshol is hely, ahol én ezt folytathatom. Úgyhogy a tatai csoportot átvettem az akkori kollégámtól Tatán, és azóta velük vagyok, most már 6. éve. Megszületett az Univerzum című táncjáték gondolata tavaly, és elkezdtünk próbálni mindegyik csoporttal egy-egy számot, és úgy gondoltuk, hogy ezt a 70 perces táncjátékot megmutatnak. Máshogy is, mert rengeteg munka van benne, rengeteg munka a gyerekeknél, a szülők részéről, és nyertünk egy pályázaton némi összeget, és ezzel szeretnénk kicsit megmutatni magunkat a környéken, Tata környékén. És itt természetesen Bábornán elsőként szerepeltünk ezzel a műsorral. Még le van a tanulcsi szólni való, úgyhogy a felévi vizsgatot szeretnénk teljesen fölkészülni vele. Ez csak egy kis előzetes a felévéből. Hát úgy alakult, hogy én heti egyszer jártam Tatára, és nagyon-nagyon kicsit idő az a heti 1 óra, az szinte alig elég valamire. Úgyhogy a heti 2-t szerettem volna mindenképpen, és a Csabát megkértem, mint régi kollégámat és önökömet, hogy lehetne erről beszélni, hogy mi csatlakozunk ismét. És örömmel fogadta a csoportunkat, hogy heti 2-t tudunk gyakorolni, szép balettteremben Tatán, úgyhogy ez nagyon jó minősül. A gyermekanyag az nagyon jó, nagyon sok gyerek jutott be a Bűnművészeti Szakiskolába is tőlünk. Volt, aki aztán inkább visszajött hozzánk, mert neki túl kemény volt a heti 5-6 óra tánc naponta. És hát a gyerekek 4 éves kortól járhatnak hozzánk a legkisebb csoportba, és a legidősebb az 23 éves, aki most éppen nem volt itt, de egészen felnőtt korig 4 korcsoportra bontva. Megfogalmazások szerint modern tánc tanszak vagyunk. Én azt hiszem, hogy a modern tánc sincs előkészítő gimnasztika és balett alapok nélkül. Persze ez rengeteg év gyakorlás eredményekkel, hogy legyen. A modern tánc az 4-5-es kortól jön be a gyerekek életébe, és addig pedig előkészítő gimnasztika esztétikus testképzést tanulnak, nagyobbak is természetesen. És 4 korcsoport, ahogy előbb említettem, tehát 4-től a 7 éves korig, 7-től a 10 éves korig, és onnan 11 éves korig, és onnan pedig a nagy csoport egészen 17-18 éves korig. Ez a 3. évünk a művészeti iskolába. Azt hiszem, hogy egyre jobban látszik az, hogy heti 2-szer vagyunk, és többet gyakorolhatunk. Hát a műsornak ez is volt az egyik feltétele, hogy itt lehessünk többet együtt. Nagyon-nagyon sokat számít ez az idő. A nagy lányaimon látom, akik már elvallottunk egyetemisták azóta, hogy mennyit számít ez az idő. Úgyhogy a mostani 8-as gimnazista korosztály nagyon sokat fejlődni fog, és fejlődött is már eddig. Tulajdonképpen, hogy ez nagyon jó tendencia. Úgyhogy már szerepeltünk valósi műsorokba is Tatán, tehát azt hiszem, hogy lassan beérik a csoport. Az, amit én szerettem volna mindig is. Táncjáték, tehát egybe kell nézni az egész, hát az Univerzum bemutatása, tehát az egyedfelüléstől elkezdve, ahogyan a Föld keletkezett, és ahogyan eljutunk az űrkorszakig tulajdonképpen. Nagyon nehéz, mert egy-egy csoportnak 4-5 száma van. Most az azt jelenti, hogy most december 1-je van, tehát ezt egy év alatt szoktuk tanulni, amit most ez még látszik is, tehát még van még sokat gyakorolni és tiszolni.
Tehát így jön össze ez a 18 műsorszám, ami tulajdonképpen egybefüggő, tehát a versekkel összekötve ez teljesen egy egész szett teljességet alkot. Hát most az a táncszerű dolog, ez nagyon bejött a csoportnak, ez nagyon tetszik a gyerekeknek, hogy így egy egész szett alkotunk. Táncjáték fesztiválra szeretnék volna elmenni jövőre, addigra talán kicsuszódik annyira, hogy ez komolyabb helyre mutatható, illetve lesz majd egy nagy műsorunk az egy másik helyemen, ahol én tanítok, ahol lakom Kistarcsán. Oda szeretnék majd eljutni egy show műsorral, ami egészen más jellegű musical táncok. Tehát mind a Chicago és ez hasonló táncokkal fogunk menni. Az egy teljesen más jellegű, tehát ettől teljesen különböző. Mind a kettő a szívem csücske nekem és a gyerekeknek is, úgyhogy és ezt folytatni, ezt a kis körútat itt a megyébe. Mindenképpen a Tatabányát szeretnék megcélozni még később Komáromba eljutni esetleg. Úgyhogy is Tatán 27-én lesz egy télévi műsorunk, január 27-én.